A mozgás és a sportolás összehangolása a kisgyermekekkel, a napi teendőkkel örök kérdés és kihívás az édesanyák számára. Vannak, akiknek sikerül, hallottunk extrém egyedi megoldásokról is. Most egy hétköznapi, mégis eredményes mozgásformáról beszélgetünk vendégem Tőkés Renáta Kanga tréner és Csókáni Marton Dóra. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát ez a kanga, ez ugye nagyon sokaknak nem ugrik be hirtelen, hogy ez most pontosan micsoda, ugye az, amikor hordozzuk a gyerekeket ebben a kis hordozóban. Hogyan lehetett ezt összeegyeztetni azzal, hogy a gyerekek is benne vannak és sportoljanak? az edzések úgy épülnek föl, hogy amikor megérkeznek a vendégeink az edzésre, akkor még nem kerülnek hordozóba a babák, tehát még egy kicsit ott játszanak, meg lehet őket szoptatni, de olyan torna gyakorlatokat végzünk, amik mellettünk vannak, illetve amivel őket is szórakoztatjuk, és amikor elfáradnak, akkor kerülnek ők hordozóba, és ott pedig elalszanak. Honnan jött neked ez az igény, hogy ezzel foglalkozzál? Mondom, hogy jön a saját baba, és akkor az emberben ez felmerül, amúgy is te nagyon sokat sportolsz, tehát valahogy ezt tovább kell adni látunk sportolási lehetőségek, minden anyuka keres egy DVD-t, amit majd bedug valahogy a gyerek mellett, míg alszik, próbálkozik. Hogyan jött ez, és találtad meg ennek a megfelelő szangját? Ugye ja, versenysportoló voltam, és a jöttek a gyerekek, tehát két gyerkőcöm van, <kül> és a másodikat, mikor terveztük, és várandos voltam, mondtam a férjemnek, hogy nekem valamit muszáj csinálni, ez így, ez így már nem jó, mert ugye nekem is a hasam már nem olyan volt, mint előtte, ugye a versenysportban sokat azt, tehát küzdősportot végeztem, tehát sokat volt igénybevéve a hasam, és elkezdtem nézegetni az internetet, beszélgettem a nővéremmel, aki Németországba él, és ő is mondta, hogy nézzek utána ennek a Kanga Training dolognak, mert itt Németországban ez nagyon menő. És konkrétan ez történt, hogy várandós voltam a fiammal, írtam a központba, Bécsbe van a Kanga Training központja, hogy hát itt Magyarországon nincs ilyen, mi legyen, hogy legyen, és mondta a Nikol, hogy hát akkor gyere ki, azt legyél a Kanga Trainer, és konkrétan ez történt, kimentem, Kanga Trainer lettem, és nagyon hamar országos vezetővek kineveztek, és így most itt Magyarországon tudom terjeszteni ezt a Kanga Traininget. Dóra, te hogyan talált? Add meg ezt magadnak, és mennyire érzed azt, hogy segít, ha joltam? ugye egy éves babát van. Ö, igazából az interneten találtam a hirdetést, hogy indul a kezdő kanga kurzus. Nagyon sokat vaciláltam rajta, hogy elmenjek, nem menjek. Aztán szóval a férjem mondta azt, hogy igenis elmentek, mert nekem is kell, hogy kimozduljak. Már, már, kezdődött ez, amit ugye azért szülésteni depressziónak is neveznek, mert vagy bezárva a három hónapossal nem találtam meg télen, hogy hova. És végül is elment, elmentem, akkor talán pont az én kislányom volt a legkisebb, és ez most már kilenc hónapja tart, ez a kanga szerelem mindkettőnk részéről. A gyerek is, hogyha már indulunk, már tudja, hogy hova megyünk, és már újong és sikortozik, hogy végre indulunk azon kívül, hogy egy jó elfoglaltság, és persze nagyon fontos, hogy, a, hogy, a, hogy, az anyák is mozogjanak, mi az, amit még érzel, hogy megváltoztatott benned? Hozott te valami újat az életet? Tehát nekem elindult ez a depressziószerű, ez megállt teljesen, tehát ugye a közösség segített. Nekem vannak hormonális betegségeim, ami miatt nagyon könnyen hízok, és sokat is hisztam, Na most március óta 15 kilót sikerült fogyni a kangával, plusz az életmód váltással, tehát az étrenddel. Illetve én azt mondom, hogy egy éves gyerek nem jelenti ki, de szerintem barátai vannak. Amikor azok a picik ott vannak, akikkel együtt indultunk januárba, ő teljesen oda meg vissza van, és amint ők mondjuk nem jönnek, mert betegek, oltás, stb., teljesen kétségbe van és hogy na, hol vannak a többiek. Tehát, hogy a gyerekek között is van egy olyan kapocs, és ő is beleszokott egy közösségbe, ami majd a bölcsőde óvoda kezdésnél azért nagyon fontos lesz. Azt mondtad, hogy egy életmód váltásba is bevitték uh -huh. ez az egész. Hogy tudod ezt megvalósítani? Gondolom itt azért az étkezés is egészen más. Vannak csak az élet, tehát vannak szokásaink, amiket nagyon nehezen teszünk le. Hogyan tudod ezt mégis átvinni az életbe? Hogyan tudod ezt áttolni mondjuk a férjedre, aki megszokott valamit, és most esetleg valami mást látott maga körül? Vagy két főzök, ez is előfordul, vagy van, amikor mondjuk nem vesz észre, mondjuk egy főzelékben a rántás nem fehér lisztel készül, hanem teljes keresőben van, hogy észre se veszi például de most már tudja, hogy azzal csinálom, de és nem okoz neki problémát ilyen szempontból. Tehát ilyen minimális cserével ezt sikerült elérni. Amikor hozzád elmennek ezek az anyukák, akkor te erre is figyelsz, hogy az életmódjukat hogyan változtassák meg? Mert az, hogy egy közösség mindenképpen segít, és, és fejleszt, és, és akár magával ragad, azt azért pontosan tudjuk, de azért kellenek ott olyan, hát nem szabályok, de tudás, amit mindenképpen át kell nekik valahogy adni, nem? Így van, itt hirdetek, vagy hirdetünk Kalmatrénerek ilyen kezdő néven, 8 alkalom, amikor először jönnek az anyukák, 8 héten keresztül jönnek hozzánk, és nem csak tornázunk, hanem mindig valamilyen kiemelt témáról beszélgetünk, legyen ez akár az életmódváltás, vagy a lapos hastitka, a retuszdiasztázis. A szülés utáni depressziót, tehát minden ö, hétnek van egy témája, amiről elkezdünk beszélgetni, és igazából ahogy az anyukák között az igény felmerül, van, amelyik csoporttal jobban a depresszióról kell beszélgetni, van, amelyik csoporttal jobban az életmódváltással, afelé indulunk el. Hogyan ö, lehet egy olyan anyukát is elvinni ebbe az irányba, akinek ugye mondjuk kevés az ideje, mert ott a gyerek mellette dolgozik, nem mindenki tud otthon maradni, de szerintem aki otthon marad, az is tele van munkával, tehát bőven van mit csinálni, és szeretne gyors változást, minél hamarabb elérni valamit. Azt hiszem, hogy leginkább ez a bajunk, hogy türelmetlenek Igen, vagyunk. igen. Hát akik járnak így kanga tréningre azért megértik, hogy ez nem egy hónapos dolog, ugye eleve, legalább egy-két hónap kell ahhoz, hogy megszokjuk azt agyban is, hogy itt valami történik, hogy heti háromszor el kell járni, mozogni, hogy oda kell figyelni, hogyha egy-két hónapig erre tudatosan minden nap oda tudunk figyelni, akkor kezd megszokássá válni a dolog. Ugye nekem fő célom, hogy motiváljak és segítsek. Ugye nagyon sok anyuka először jön mozogni, miután szült, korábban nem mozgott. Tehát nagyon fontos a fokozatosság, hogy tudatosan elmagyarázzam, hogy mit nem szabad ilyenkor, mert árthatsz magadnak, mit csinálj ilyenkor, amivel viszont egészségesen szépen tudsz fejlődni. Na gyorsan akkor ebbe szaladjunk bele. Mi az, amit nem csinálhat egy anyuka? Mondjuk oda megy három hónapos kisbabával, és mi az, amit nem szabad csinálni, pedig ő csinálna? Hát így, ha most berakunk egy torna DVD-t, ugye jellemzően hasprések, széles terpezben guggolások vannak benne, na ez mindegyik ártalmas ilyenkor, hiszen a szülés után azok a hormonok, amelyek lehetővé tették a szülést, 5-6 hónapig még nagyon-nagyon intenzíven benne vannak a szervezetünkbe, de teljesen a szoptatás után áll vissza, elméletileg, ha minden jól sikerül, a hormon háztartásunk. És ilyenkor még lazább szövetekkel, lazább szalagokkal nekiállunk akár a széles terpezben guggolást, amikor még a gátizom se jött rendbe, amúgy meg amúgy is lazább, akkor maradandó szervsüllyedést okozhatunk magunknak vagy mondjuk a hasprést, ilyenkor elkezdjük nyomatni, és a két egyenes hasizom eltávolodott egymástól, akkor ahelyett, hogy regenerálnánk a hasunkat, még jobban eltávolodhat a két egyenes hasizom, illetve sérvet is tudunk okozni magunknak, azon felül, hogy egyáltalán nem lesz laposabb és tónusosabb a has, amire azt gondolná az ember, hogy most én 20 percig hasprés ezek minden nap, akkor biztos, hogy szép lapos tónusos lesz a has, ehelyett ez egyre rosszabb lesz, és akkor nem értjük, hogy miért, elmegy a kedvünk a mozgástól, és akkor vége az egész élet. Dori, neked mi volt a legnehezebb ebben? Mennyire sportolt előtte, azt mondjuk nem tudom? Ö, ritkán. Tehát voltak ilyen fellángolások, mondjuk az eskü előtt, stb. De, de elég ritkán. Tehát ez is nehéz volt, hogy elkezdeni, de utána már, ahogy beállt a rendszer a mi kis életünkbe, hogy melyik nap megyünk, úgy már egyre könnyebb volt. Csak egy gyors kérdés. Szerinted a versenysportolók, akik gyorsan visszamennek szülés után, tudnak ezekre figyelni? Vagy nekik ott van az a maradandó sérülés, amit majd esetleg, amikor befejezik a sportolást, és észlelnek magukon? Nem tudnak rá figyelni, és nem is tudják, hogy figyelni kell. Tehát ez a legnagyobb baj, hogy így Magyarországon annyira még nem elterjedt ez az információ, hogy szülés utáni edzés módszere. Megszültük a gyereket, próbálunk visszatérni korábbi sporthoz, és nagyon sok versenysportolónál szép kockahasú lánynál és fiúnál is látszik az, hogy az egyenes hasizmok nem ott vannak, ahol korábban voltak, vagy ahol kéne lenni. Nagyon sok versenysportoló köldöksérves, illetve sokaknak műtik a köldöksérvet. Tehát akkor nekik is jól lenne odafigyelni. Jól lenne odafigyelni, igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtátok. Hát reméljük, hogy sok anyuka talál ebben majd biztatást és esélyt arra, hogy változni tudja. Köszönjük, köszönjük szépen. szépen. szépen én is.